Az augusztus végi testületi ülésen elfogadta Tolna városának vezetése az Út a jövőbe nevű út és járda rekonstrukciós programot. Összeállítottak egy listát és egy rangsort azokról az utcákról, ahol nagyon rossz állapotban van a burkolat. A lista első 4 helyére kizárólag olyan utcákat tettünk egyébként, ahol nincs aszfalt, hanem még régi beton utak vannak, és ezek borzasztó rossz állapotba kerültek. Ez a sor, ez egyébként folyamatosan bővülni fog. Első körben nyilván a legforgalmasabb és a legrosszabb állapotú utcákat mértük fel, és ennek a programnak az elfogadásával a képviselőtestület felhatalmazott arra, hogy ezeknek az utcáknak a rekonstrukciós tervét, vagy felújítási tervét készítessem el, és keressek forrást ennek a rekonstrukcióknak, vagy ezeknek a rekonstrukcióknak a megvalósítására is. 4 utcának, vagy utcaszakasznak a terve, ez a tender terve el is tudott készülni, és ezzel egy időben országgyűlési képviselő úrral, Horváth Istvánnal egyeztetve kérdeztem, hogy hova tudnánk esetleg, ugye nem pályázat, tehát nem egy megjelent pályázat, de nekünk nagyon nagy szükségünk volna arra, hogy a rossz állapotú utakat, járdákat felújítsuk, és kérdeztem tőle, hogy hova tudnánk esetleg támogatási igényt benyújtani, és akkor az ő biztatására a miniszterelnökséghez benyújtottunk egy előzetes projekttervet, amiben még részletek nem voltak, csak ennyi, hogy nagyon rossz állapotban vannak az utcáink, járdák és utak is, és erre szeretnénk valami forrást kapni, és nagy örömömre szolgált, hogy néhány nappal később a miniszterelnökségtől jött egy levél, amiben kértek bennünket, hogy akkor hogy állunk ezekkel a tervekkel. És ebben az állapotban 4 utcának volt meg, vagy utcaszakasznak volt meg a rekonstrukciós terve, tehát ezt gyakorlatilag benyújtottuk a miniszterelnökséghez kiemelt támogatási igényként. Ez a Pajta tér, a Bartók Béla utca betonos része, a Dobó István utca és az Ötvös utca. Ezzel párhuzamosan arra a döntésre jutott a városvezetés, hogy folytatják a járdák rekonstrukcióját is. Itt is igyekeztünk azt figyelembe venni, hogy melyek azok a legforgalmasabb, legtöbb emberek által használt járdaszakasz, ami nagyon rossz állapotban van, és úgy döntöttünk, hogy ez első körben a városközponttól az egészségházig már felújított térkőburkolat van. Ezt folytatnánk egészen a Kápolnáig, illetve a Mőzs Szent István utcának a jelentős része egészen a Volt Malomtól, tehát a buszmegállótól, vagy az 5712-es úttól, ha úgy tetszik, még az óvoda utánig is, tehát az óvodát, iskolákat érintve a jelentős és a tényleg nagyforgalmú járdaszakasz is meg tudna újulni. Bruttó 184 millió forintos igényt nyújtottunk be a miniszterelnökséghez, ami egyébként már a terveket, ezeknek a szakaszoknak a tervezését is, és pozitív elbírálás esetén esetleg a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is, és a műszakellenőrzést is magába foglalja. Reményeim szerint a soron következő rendkívüli ülésen el fogja fogadni a képviselőtestület azt, hogy egy feltételes közbeszerzési eljárást megindítsunk. Ezeknek a már meglévő tervek alapján gyakorlatilag egy ilyen meghívásos közbeszerzési eljárást lefolytassunk, és én nagyon remélem, hogy a képviselőtestület, ha ezt megszavazta, akkor meg tud indulni a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, a tervező kiválasztására, és én nagyon bízom abban, hogy országgyűlési képviselő úr támogat bennünket, és pozitív elbírálást kap a pályázatunk. Tehát azért gondoltam egy kicsit felgyorsítani ezeket az eseményeket, hogy minél előbb el tudjuk készíteni ezeknek az utcáknak a felújítását. Ha pozitív elbírálást kap a kérelem, az előkészítő munkálatokat még az idén elkezdhetik a városban.